Nagyborzsova településen vagyunk, Beregszásztól 12 kilométerre, a negyedik lecsófesztiválon, a haza hívogató lecsófesztiválon. Ez egy nagyon nagy lehetőség egy-egy település számára ahhoz, hogy bemutatkozzon a térségben, bemutassa azt az értéket, amivel rendelkezik. Többek között itt a településen már 15 éve foglalkozunk falusi vendéglátással, és hát egy-egy ilyen fesztivál nagy hírverése lehet egy térségnek. 10 család foglalkozik vendéglátással, és hát ez kiegészítő jövedelemként ez nagyon jó ennek a 10 családnak, de ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, ezért egyre több attrakciót kell kitalálni, hogy ide csalogassuk a vendégeket. Dicsekedhetünk azzal, hogy ma reggel ment el egy csoport, és este érkezik a másik csoport Magyarországról, de ezen kívül Ukrajnából is érkeznek hozzánk számtalan csoportok, és hát a magyar konyha, a magyar ízek, ezek úgy a magyar autentikus konyha a magyarok számára, akik városokból érkeznek, nagyon értékes. Az ukrán turisták részére ez pedig kuriózum. Na most ezt próbáljuk itt ezen a fesztiválon bemutatni, ízleltetni, megszerettetni a magyar ízeket azokkal a vendégekkel, akik esetleg még nem ismerik ezt a konyhát. Maga a település egy nagyon szép és jó helyen helyezkedik el, hiszen egy 50 méterre folyik el tőlünk a Borzsa folyó. A Borzsa folyó körülbelül 1 kilométerre torkollik a Tiszába, és utána már Magyarország irányába folyik. Valamikori Borsova vármegyének a központja volt ez a térség, amiből a vári település, illetve Borzsova alakult ki, majd a tatárjárás után 2 település lett belőle. Ezen kívül kapcsolata van a térségnek a Rákóczi szabadságharccal, hiszen a szomszédos településen, Mezőváriban bontott Esze Tamás zászlót a kurucaival, és innét indultak a tiszai átkeléshez, ahol az első győztes csatájuk volt a kurucoknak, a labancok ellen. Tehát rengeteg sok olyan magyar vonatkozású emlék és érték van, ami a turisták számára ez nagyon jó, amit be tudunk mutatni. Ezen kívül a falu rendelkezik termálvízzel is. Termálvíz az még nagyon kezdetleges formában van, hiszen még csak most rakták le az alapjait, de hogyha egy jó befektetőt tudunk találni, akkor esetleg ugyanolyan infrastrukturális fejlesztést tudunk létrehozni, és felfejleszteni a turizmust még jobban, mint a szomszédos települések olyan, mint Nagykaszony, vagy egy kicsit tovább lépünk, akkor a határon túli Magyarországon, Vásárosnamény, Gergely, Gornya, Nyíregyháza, Debrecen, és így tovább, ami esetleg a térségnek egy nagy fellendülést hozhatna. Nagyon sokan tudjuk most Kárpátaljáról, illetve Ukrajnáról, hogy nagyon sokan külföldön dolgoznak, és elmentek külföldre dolgozni a családostól, ezért neveztük el a fesztivált hazahívogató fesztiválnak, hogy hát jöjjenek haza ilyenkor, amikor egy ilyen rendezvény van, üljenek le a falubéliekkel, beszélgessenek el, gondolkodjanak együtt, ki mire képes, és esetleg egy bizonyos idő után valami közöset tudnak létrehozni, hiszen ennek a településnek nagy múltja van a vendéglátás keretein belül, hiszen most egy ilyen nyári pavilon területén vagyunk, ami 40 évvel ezelőtt rengeteg turistát hozott össze, csak hát ez a korszak már úgymond elmúlt, sajnos az infrastruktúra tönkrement, ezért most egy új lendületet kellene ennek az egésznek hozni, hiszen itt van a Borzsa folyó, gyönyörű hegyvonulatok vannak, a szőlőtermővidék vagyunk, borkóstolás, borospincék vannak, termálfürdő, borzsastrand, tehát a lehetőség megvan, de közös erővel kellene hozzátenni valamit, és esetleg azok, akik külföldön vannak, és a jövőben lehetőségük lenne rá, akkor befektetéssel hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy ebből a településből újra egy virágzó települést tudunk létrehozni.